Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy megtisztelnek a jelenlétükkel a mai estén. A mai előadásnak a témája, a címe a test teljes imája, és témája a magyar néptánc hagyománynak a szellemisége. 3 éves korom óta kapcsolatom van a magyar néptánc hagyománnyal, annak köszönhetően, hogy édesapám néptánc együttes alapító, a Békés Csabai Balassi Tánc Együttes alapítója volt 1947-ben, koreográfus, és én már 3 éves koromban megtanultam az egyik legnehezebb férfi táncot, ami a Kárpát-medencében létezik. Ráadásul ez nem is magyar néptánc volt, hanem a Magyarországon élő románoknak egy legényes tánca, egy tapsos legényes tánc, ez a mélykeréki tapsos. Ez azóta nagy karriert bejárt, amikor a Sebő Együttes megalakult, akkor ők gyűjtötték fel a teljes mélykeréki táncanyagot, de nem szaladnék ennyire előre. Amikor a magyar néphagyománynak a szellemiségéről esik szó, akkor mindig megkapom a kérdést, legalábbis eddig mindig megkaptam a kérdést, hogy miért kell a magyar néphagyomány szellemiségével foglalkozni. Nagyon jól megvan a magyar néphagyomány, úgy, ahogy van, a táncházakban el lehet táncolni a táncokat, egyébként meg lehet nézni a viseleteket, és ha még valakit érdekel a tárgyi népművészet, akkor elmehet a Magyar Néprajzi Múzeumba megnézni a gyűjteményt, és ha valakit érdekel a szellemi néphagyomány, a népmeséknek, a mondáknak a világa, akkor hála a kiváló gyűjtésnek elolvashatja az összes népmesét. Egyéb iránt már itt szembesülhet azzal, amivel Bartók Béla, a mögöttem képen látható zseni, zeneszerző és gyűjtő Bartók Béla szembesült, hogy a Kárpát-medencének valami egészen különálló, egészen különleges és egészen egyedi néphagyománya van. De hogy ezzel folytassam, megindokolnám, hogy miért kell a hagyomány szellemiségével foglalkozni. A nagy magyar filozófus és a egyetemes metafizikai hagyományt, vagy ahogy csak ő nevezte egyszerűen a hagyományt, annak a szerepét elemző és tisztázó Hamvas Béla, aki egyébként a magyar hagyománnyal meglehetősen rossz viszonyban állt, de nem ezzel kapcsolatos lesz az idézetem, a következőt mondta. A művészet, a filozófia, a tudomány szebbé teszi az ember életét. A vallás megérteti vele a küldetését. A hagyomány visszavezeti önmagához. Hát ezért kell a hagyománnyal foglalkozni, és az idézetből kiderült, hogy a hagyományt nem skanzenbe kell zárni, még csak nem is ápolni kell, mert ahogy szokták mondani, ez most már közhely talán, amit fogok mondani, nem beteg. A hagyománynak a szellemiségébe bele kell illeszkedni, ezzel mi épülünk, mi találunk vissza önnön igazi emberi mi voltunkhoz, vagyis önmagunkhoz, és ezáltal folytatható lesz az emberi létezés itt a Földön. Ez az értéke a hagyománynak. De ehhez a hagyománynak a szellemiségét ismerni kell és érteni kell. És talán a magyar néphagyományban a néptánc az a terület, ahol a legkevésbé foglalkoztak eddig a néptánc hagyománynak a szellemiségével. Visszatérve ahhoz a gondolathoz és ahhoz az észrevételhez, amely már Bartók horizontján megjelent, nevezetesen, hogy a Kárpát-medence néphagyománya teljesen egyedi. Egyébként nem ő volt az első, aki észrevette ezt, egy Csaplovics János a 19. században, abban a nagyszerű 19. században, amely a nemzeti öntudat kibontakozásának volt a korszaka, vagy újra kibontakozásának a korszaka, nem véletlenül, a Tudományos Gyűjtemény című periódikában megjelentetett egy tanulmányt. Etnográfiai értekezés Magyarországról. És én ebből egyetlen egy rövid mondatot fogok idézni. Magyarország Európa kicsiben. Ez azt jelenti, amire ő utal, hogy Magyarországon, ekkor még a Kárpát-medencét jelenti, a Kárpát hazában
minden olyan folyamat, néprajzi folyamat, minden olyan néprajzi jelenség, amely Európában megvan. Én kiegészítem mai tudásommal, ami Eurázsiában megvan. Sőt, tovább megyek, kiegészítem mai tudásommal, mert bevonom ide az indiánokat is, az amerikai ősnépeket. Minden, ami a Földön tanulmányozható, az Magyarországon is megvan. Párhuzamos módon. Ez azt jelenti, hogy a magyar néprajzkutatóknak, ha komolyan veszik a dolgukat, ki se kell lépni a Kárpát hazából. A Föld kultúrantropológiáját, ahogy városiasan és modern módon nevezik mostanában a folklort és a néprajzot, a kulturális antropológiát, azt lehet itthon is tanulmányozni, utazás nélkül. És valóban, de ennél sokkal többet is. Amit Bartók észrevett, hogy a világ leggazdagabb néphagyománya a miénk. Ha csak a népdalok és a népzene kincs vizsgálatára fókuszálunk, ami az ő asztala volt, bár ő kikikacsintott a néptáncra is, és kikikacsintott a mesékre és a mondákra is, de alapvetően népzenekutató volt, zenészember volt, megszámlálta, hiszen az ő és Kodály nevéhez fűződik a Magyar Népzene Tára című hatalmas kiadvány, amely már nem fér el egy könyvespolcnyi sorban. Ha valaki ismeri a Magyar Népzene Tárának hatalmas gyűjteményét, tudja, hogy már elhelyezni is nehéz a könyvespolcon az egymás után következő köteteket. A Kárpát-medencében 250 ezer népdal van. Ez példanélküli. Egyetlen egy népnek, őszintén mondom, egyetlen egy népnek nincs ennyi népdala. És ez a 250 ezer népdal úgy létezik, hogy bizonyos zenei gondolatok végig áramlanak a Kárpát-medence nyugati szegletétől a keleti szegletéig, ezer és ezer és ezer variáns létrehozva. Úgy, hogy a váza a népdalnak ugyanaz marad. Emögött az a szellemiség rejtőzik, hogy egy a nemzet. Ugyanúgy gondolkozik zeneileg és táncosan a palóc, ugyanúgy gondolkozik zeneileg és táncosan a székely, ugyanúgy gondolkozik a délvidéki magyar, vagy a mezőségi magyar, mint a bukovinai. Mert tényleg egy nemzet vagyunk. Sehol a világon a népcsoportok ennyire közel egymáshoz nincsenek. És nem csak a népzenében és a néptáncukban, hanem nyelvükben is. Identitásukban is. De nem csak a népdaloknak és a népzenének ilyen gazdag a választéka, hanem nyilván az itt ülők pontosan tudják. Benedek Elek azzal szembesül, amikor elkezd népmesét gyűjteni, hogy mennyi változatos népmesénk van. És a népmesék között vannak olyan népmese típusok, amelyekkel csak mi rendelkezünk. Csak a Kárpát-medencei magyarság rendelkezik. És ugyanez a helyzet a néptáncot illetően. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon jó volt a gyűjtés. A gyűjtést nem Bartók Béla kezdte el, lehetne elődöket emlegetni, a népzenében Vikár Bélát, vagy még korábbról is lehetne hozni példákat. A néptáncban is ugyanígy van. Nagyon korán elkezdődik a néptáncgyűjtés. Gönyei Sándor az első, aki filmezik, azután Lajta Lászlóék és Martin György. Talán Martin György az a személy, akit külön ki kell emelni. Ha megengedik, most egy pillanatra elbúcsúzunk Bartók Bélától. És legyen ez most a tisztelgésnek a pillanata. Őt úgy is nevezik a szakmai körben, hogy a néptánckutatás Bartók Bélája. Az, amit ő csinált, nem csak abban merül ki, hogy szinte az összes kárpát-medencei falut felgyűjtötte. Ez megint példátlan a világon. Sehol a világon a magyar néptánchagyomány, és ugye a népzene hagyomány, olyan módszeresen nincs felgyűjtve, mint Magyarországon. Nem csak felgyűjtve van, hanem rendszerezve van. Bartók és Kodály észrevette, hogy két nagy rétege van a
kárpát-medencei népzenének. Ők úgy nevezték el, van egy régi stílus, erre még vissza fogunk térni. Talán azonnal az első mondatok között kellett volna említenem, hogy a mai alkalommal a témát csak megközelíteni tudjuk. Olyan hatalmas a magyar néptánc hagyomány szellemiségének kérdése, hogy a mai előadást én mindenképp csak felvezetőnek tudom használni az 50 perces keretben, ha megengedik, és ezen nem sértődnek meg. Bizony ez egy sorozat lesz, ha kíváncsiak rá. Ha nem, akkor itt a fölvezetőnél véget is ér, értelemszerűen. Szóval elnevezte az egyik réteget régi stílusnak, régi stílusú népdalok és zenék, és elnevezte a másikat új stílusnak. Ez a megközelítés ma már korrigálandó, erről is lesz majd szó az előadás későbbi részében. Martin György, Tinka, ahogy a szűk tanítványi kör nevezte, pedig ugyanilyen módszeresen a Magyar Tudományos Akadémia kutatójaként a földgyűjtött néptáncot elkezdte elemezni. Ez az elemzés az akkor bevett és modernnek számító és Európában meghatározó módszertan iránynak számító lingvisztikai, grammatikai elemzés volt. Ez azt jelenti, hogy a magyar néptáncot közlésnek tekintették. A magyar néptánc folyamatában mondatokat kerestek, állításokat kerestek, tartalom nélkül, ne értse senki félre, a mondattani szerkezethez hasonlóan vizsgálták a táncoknak a szerkezetét. És megpróbálták megkeresni, hogy egy táncos folyamatban mi az állítmány, mi az alany, mi a tárgy, mi a jelző, mi a határozó. De tartalom nélkül, csak grammatikai értelemben. Ezt jelenti a lingvisztikai, grammatikai megközelítés. Így is nagyon-nagyon messzire jutott a néptánckutatás, de megállt azon a ponton, ahol ez a mai előadás el fog kezdődni. Ez a pont pedig az, mit közöl a magyar néptánc hagyomány velünk. Miért maradt fönt olyan hosszú időn keresztül a motívumoknak a sorozata, a motívumok fűzésének, a lépések fűzésének a gyakorlata olyan konzervatív, ragaszkodó módon, ahogy fönnmaradt. És mit próbál velünk közölni a néptánc hagyomány? Ehhez első megközelítésben azt érdemes tudni, hogy hogy helyezkedik el a népművészet egészében, a néphagyomány egészében a néptánc hagyomány. Beszélhetünk úgynevezett szellemi néprajzról, és akkor még mindig csak a tudományos igényű megközelítést elégítjük ki, és beszélhetünk tárgyi néprajzról. Amikor a népművészetet első megközelítésben felosztják, ez a tipikus felosztása. A tárgyi néprajzhoz tartozik minden, ami készség, ami a paraszt és a pásztor életben készségnek, eszköznek számított, viseletnek számított, vagy dísznek számított, díszítésnek, akár házaknál látjuk, de fogjuk látni, hogy ez voltak éppen megint nem díszítés, hanem közlés. Sőt, sokkal több. Fogjuk látni, ez nem közlés, ez mágia. A népművészet mágia. Folyamatos mágia. Mágia azért, hogy visszailleszkedjen az ember a teremtésbe, mágia azért, hogy újra varázsolja a világot, a valóságot, és jobbá tegye, élhetőbbé tegye. Folyamatos mágia. Ezért igazándiból nem is lehet azt mondani, és ez a még mindig a tudományos kereten belül a másik megközelítési mód, hogy a magyar népművészetnek van egy különálló hétköznapi arculata, és van egy különálló ünnepi arculata. Ez a magyar népművészetben folyton folyvást összefolyik, mert nem tett különbséget a magyar kárpát-medencei magyar ember az ünnep és a hétköznap között, olyan élesen különbséget, ahogy azt mondjuk a városi ember ma teszi. Bartók Béla próbálta megközelíteni ezt a bizonyos szellemiséget, és egészen-egészen messzire jutott. Ő, mivel elsősorban szellemi néprajzzal foglalkozott, világosan látta, hogy a szellemi népművészetünk, a szellemi néphagyományunk három rétegű. Van egy mondai és mesehagyomány. Kétségtelenül ez mond legtöbbet a világról. Van egy népzenei hagyomány, a népzene, ami a néptáncokat kíséri, és a népzene, ami önállóan is, tánc nélkül is létezik. Van egy népdal hagyomány, szoros kapcsolatban a népzene hagyománnyal,
és van egy néptánc hagyomány. Azt is észrevette, mert rendkívül élesszemű kutató volt, hogy ez megfelel a régi ember világképében magának a világ szerkezetének. A három rétegű világ szerkezetének. Mert a régi ember világában, vallásában, teremtő megnyilatkozásában van egy felső világ, van egy középső világ, ez a mi területünk, ahol most vagyunk, ahol cselekszünk, ahol megnyilvánulunk földi emberként, ki a maga módján, a maga közösségében, a maga terében, a maga küldetésének megfelelően, ha megtalálja. És van egy alsó világ. Ez megfelel, mivel a Jóisten az embert saját képmására és hasonlatosságára teremtette, a régiek hitében mindenképpen, akkor is, ha ezt ma nem hisszük, mert a modern ember kezd egyébként ettől a képmástól elköszönni. De ez egy zárójeles, rossz indulatú megjegyzés volt, vegyék úgy. Van egy szellemisége, ami megfelel a felső világnak. Van egy lelkisége, ami megfelel a középső világnak. És van egy testisége, ami megfelel az alsó világnak. A szellemiség, ami tehát a tanítás, ami tehát a felső világ működésének, és mivel az alsó világ és a középső világ megfelelésben van a felső világgal, ezért ezeknek is a működésével foglalkozik, ez az, amit a népmese hagyomány leképez. Ez maga a tanítás, a szellemi tanítás. A középső világban a lelkesítő erő rejlik, hiszen ez a léleknek a világa. Mi az, ami az embert lelkesíti? Leginkább lelkesíti. Legnagyobb erővel lelkesíti. A zene. Az ének és a hangszeres zene. Kodály fölhívja már akkor a figyelmet, amikor a gyűjtések elkezdődnek. A legboldogtalanabb paraszt ember, a legboldogtalanabb paraszt asszony is úgy űzi el nagy boldogtalanságát, és felejti el néhány percen belül a boldogtalanság okát, és kerül ki ebből az állapotból, hogy elkezd énekelni. Mert a zene és az ének, higgyék el, gyógyít. Legjobban tud gyógyítani. Erről ma már a zeneterápia, mint egy külön ága a gyógyításnak, pontosan tud és használja. És Kodály országában és Bartók országában nem éneklünk. Miért kopott ki a mindennapos gyakorlatból, a mindenórás gyakorlatból az ének? Miért nem használjuk ezt a mágikus erőt arra, hogy lelkünket meggyógyítsuk? Hogy a depressziót elűzzük. A nagyvárosi ember egyik jellegzetes életállapota a depresszió és a szorongás. Miért nem használjuk? És nem csak a lelket lehet vele gyógyítani. Mi az a nagy erő, amit tud a zene? A legmélyebb szintre tud hatolni. És miért tud a legmélyebb szintre hatolni? Azért, mert a kozmikus teremtésben, őseink hitében, pontos megfelelésben van a magyar népzene világa az elemek számával, amelyek a világot fölépítik. Őseink hitében és világképében az elemek száma, csöndben jegyzem meg, ennek okán van ennyi újjunk, az 5. Mondom a zenekutatás nyelvén. Pentatón. Penta 5, tón hang. A magyar népzene pentaton népzene. Nem csak a magyar népzene pentaton népzene, de nagyon fontos tudnunk, mert a zenekutatás régóta tudja, csak az ősnépek zenéje pentaton népzene. Ha kíváncsiak vagyunk a föld ősnépeire, elég csak zenetudománnyal foglalkozni. Semmilyen más tudományterülettel nem. Akinek pentatom zenéje van, az ősnép. Akinek nincs, lehet még ősnép, mert lehet, hogy megváltozott a zenekultúrája. Tehát a kérdés nem lehet olyan egyszerűen elemezni. De akinek pentaton népzenéje van, biztos, hogy az ősnéphez tartozik. Az 5 elem és az 5 hang között közvetlen kapcsolat van. Ezt abban a könyvben, amelyben a néptánc hagyomány szellemiségével foglalkozom, a Táncra lábom című könyvben, ezt a megfelelést megtalálják.
Én most azért nem bontom ki, mert majd egy későbbi pillanatban, ha már jól elmélyültünk a tánc és a zene kérdésében, egy messzi-messzi időpontban, ha még van kitartó hallgatóság, a sorozat során akkor ezek elemzésre kerülnek. Ez tehát az a nagy erő, a mágikus erő. Tudnunk kell, hogy igazán megújulni csak a lélek mentén tudunk. Ezért van az, hogy öt újjunk van, mert igazán megújulni csak a legmélyebb szintre lehajolva, az öt elemnek a felemelésével tudunk. Ha az öt elemet nem váltjuk át fényé, akkor az ember itt marad a sárban. Ezt mondta az őseink hite. Ha már itt tartottunk, akkor Bartók Béla vonalán megyek tovább, és két gondolatát szeretném megidézni a felvezető előadásban. Az egyik az egy mozertani jellegű megjegyzése volt, a másik pedig egy édesanyának írott levélnek a részlete. Mindkettő a kedvencem. A mozertani megjegyzése az szakmai szempontból a kedvencem, és azokat szokta elsősorban érdekelni, akik foglalkoznak szorosabban zene és tánckutatással. A következőt mondja a közvetlenül a 20. század elején, tehát ez az 1900-as éveknek a második fele. 1908-1909 körül ő már ezt a meggyőződését hangoztatja. Tegyük hozzá, nem aratoztatlan sikert a Zeneakadémián a tanárkartársak körében. Tehát Bartók Bélát sokáig nagyon nem kedvelték a Zeneakadémián a kartársai, a kollégái. Hiszen olyan helyekre járt, ami az úgynevezett magas műzenétől nagyon távol áll, gondolták ők. De hát ő bebizonyította, hogy a magas műzene, ha nem kapta volna meg ezt az oltást, a legnemesebb értelemben, ahogy a növényeket oltják tavasszal, akkor megrekedt volna a fejlődésben, és a magyar műzene nem tudta volna megtartani még az európai szintjét sem. Szóval a következőt írja. Míg a Kárpát-medencének a néphagyománya vertikálisan tagozódik, addig a Kárpát-medencén kívüli összes európai néphagyomány horizontálisan tagozódik. Vertikális és horizontális. Ennek okán, ha a magyar néphagyományt folklornak nevezem, nem nevezhetem folklornak az európai néphagyományt. És fordítva, ha az európai néphagyományt nevezem folklornak, akkor nem nevezhetem a Kárpát-medencei néphagyományt annak, mert módszertanilag más elemzést kíván a Kárpát-medencei néphagyomány, és más módszertant kíván az európai néphagyomány. Ima nagy különbség. De mit jelent az, hogy egy néphagyomány vertikálisan szerveződik? Gondoljuk el, pontosan úgy szerveződik, mint egy régészeti ásatás során látható földtani metszet. Amikor a régész elkezd ásni, tudja, ahogy egyre mélyebbre hatol az ásó, de mondhatnék geológust is, mert a geológiára is igaz, egyre, időben egyre távolibb rétegeket hord ki az ásó. A legalsó réteg lesz a legrégebbi, és legfelül van a legfiatalabb. Mit jelent ez a néphagyományra vonatkoztatva? Ugyanezt jelenti. Mivel vertikálisan szerveződik, az időnek az arcát mutatja, az időnek az arcát lehet benne megtalálni. Ez, amiről beszélek, a néptánc kutatásban azt a nevet kapta, hogy táncciklus. Nem így hívták a régiek, úgy hívták, hogy táncrend. Ez az úgynevezett táncrend. Minden faluban, minden mulatságkor, legyen a szervezett bál, vagy spontán mulatság, végig táncolta a falu a teljes tánckészletét. Tetszenek tudni, hogy meddig tartott egy táncciklusnak, egy táncrendnek az eltáncolása? Hajnalig. Nézzük meg a mai ember tánckészletét. Nézzük meg a nagyvárosi ember tánckészletét. Hol van ez ahhoz képest, hogy elkezd valaki napszentülte után táncolni, és kicsiny szünetekkel, mert azért azokat be kell iktatni,
hajnalig, reggelig táncol. És ugye érthető, ezek különböző táncok. A legelső tánc, fogjuk látni, ha időben meg akarjuk határozni, hogy honnan érkezik a tánc rendbe, megdöbbentő adatot fog mondani. A legelső tánc a paleolitikumból származik. Ugyanis paleolitikus leletek tanúsítják, hogy az a bizonyos körtánc, egynemű körtánc, ami karikázó néven marad meg a magyar néptánc hagyományban, legalább 10-12 ezer éves. Legalább. Gondolják el, minden mulatságkor megidéződik a paleolitikum tánca, és a paleolitikum táncán keresztül a paleolitikum szellemisége, gondolkodása, embere, világa, világképe. És a legutolsó tánc, porka, hétlépés, keresd a tűt, valcer, csak néhány példát mondjak. Igen, ez már a 19. század. A 19. század polgári közegének, városi közegének a szellemisége. Megjelenik a faluban, mert vannak tánctanárok, akik faluról falura járnak, utazó tánctanárok, és ezek az utazó tánctanárok tanítják a falusi embereket is. És a falusi emberek ezeket a táncokat is megtanulják, miért ne? Nem károsítja a táncrendet, de a táncrendnek a végére épül be. És most következik Bartóknak a szívemnek szóló legszebb gondolata. Ez a módszertani gondolata volt, de ezzel kijelölte a népzene és néptánckutatásnak az alapvető irányát. Egy teljesen egyedi és sajátságos irányt. Ugyancsak a 20. század elején édesanyjának a következőt írja. Magyarázatként mondom, nagyon jó volt a viszony az édesanyjával, és rendszeresen beszámolt a gyűjtő útjairól. Ezeket ő nagyon szerette. És mindig leírja, hogy számára boldogságot és nyugalmat okozott elszakadni a fővárostól, és elmenni szekéren az ő parasztjaihoz. Nem pejoratíven használja ezt a jelzőt. És a pásztorokhoz. És együtt lenni velük, estéről estére, élni az ő életüket hétről hétre, hónapról hónapra, mert ezek nem egy-két napos gyűjtőutak voltak. Ezek hosszú gyűjtőutak voltak. Nagyon-nagyon szerette, és a következőt írja édesanyjának az egyik alkalommal a leveleiben. Ez a Bartók breviáriumban olvasható, hogyha valaki utána akarna keresni. Megpróbálom szó szerint idézni. Ezzel a gondolattal egyébként Bartók Béla pontosan megértette a magyar néphagyomány lényegét, és én sem fogok tudni ennél többet mondani. De azért ne essenek kétségbe, lesz témánk. Meggyőződésemmé vált, hogy a magyar paraszt embert dalra és táncra ugyanaz az erő fakasztja, amely tavasszal virágba borítja a rétet. Ez gyönyörű. Ennél többet nem lehet mondani. Ez azon túl, hogy gyönyörű és költői, és lélekhez szóló, azon túl kozmikus. Bartók Béla megértette, hogy a Kárpát-medencei magyar népzene és magyar néptánc kozmikus. Kozmikus jelentése van. Ezért buzdítom önöket a mai estétől, hogy induljunk el egy közös úton. És próbáljuk meg felderíteni, hogy miről szól a magyar néptánc hagyomány, miről szólnak a népdalok, miről szól ez az egész világ. És fogják látni, hogy olyan hamuba sült pogácsát tehetnek a vászontarisznyájukba, amely életük végéig ki fog tartani, szolgálni fogja önöket, táplálni fogja önöket, nem csak szellemben, lélekben, testben is. Mert kimaradt a harmadik, az alsó világ. A test. Ez a magyar néptánc. A magyar néptánc a testre szabott zene. De itt nem áll meg. A magyar néptánc a testre szabott tanítás. Tanítás a világrendjéről, tanítás a világteremtéséről,
tanítás az ember helyéről és küldetéséről. És mindez úgy, hogy tanítás a magyar küldetésről. Ez az oka annak, hogy minden egyes alkalommal, amikor mulatság volt, és a táncrendet végig táncolták, a régiek rendezetten mentek haza. Nem úgy, ahogy a mai fiatalok a szórakozó helyekről. Hulla fáradtan. Sokáig nem értettem ezt a különbséget. Míg nem, elvetődtem a madarasi hargitára. Egészen magasra, ott a csúcs alatt. Megmondom, őszintén eltévedtem, és az utat kerestem. Nem szégyellem. És nagyon megörültem, amikor megláttam egy öreget, aki ott fönn a pásztor kunyó mellett üldögélt, és gondoltam, megkérdezem, hogy találok le a faluba az etelakára. Mert ott volt a választott rokonságom. És már sötétedett. És mutatja az öreg, amikor én köszönök, hogy menjek oda mellé, üljek le, üljek le. Kérdezi, onnan jöttem. Mondom. Hát már akkor megvolt a véleménye, láttam. Mert fölmérte, hogy városi ember vagyok. Vagy ahogy a régiek nevezték, amikor Bartók Bélát mindig meglátták, úgy hívták, hogy nadrágos ember. És a nadrágos emberrel mindig bizalmatlan volt a falu régi embere, nem ok nélkül. De Bartók egyébként erre nem szolgált rá. És kérdezi tőlem a öreg, én akkor még nem tudtam, hogy az egyik utolsó tártossal van dolgom. Nem tudtam. Sajnálom, mert ha tudtam volna, akkor nem tágítok, azt az éjszakát rászánom, és addig kérdezgetem, amíg ő hajlandó válaszolni. De az a helyzet, hogy ezt a beszélgetést inkább bővezette, nem én. Én csak válaszolgattam. Azt is elég gyatrán. És kérdezi, mivel foglalkozom. Hát mondom, hogy többek között néptáncot tanítok egy színházi iskolában. Nagyon jó! Mondtam. Már bocsánat, de próbálom életszerűen átadni. Nem is lehet másképpen, mert az élményszerű tanítás sokkal többet ér, tapasztaltam, mintha csak beszélünk valamiről. Ő nagyon ilyen szangvinikus lelkületű ember volt, így beszélt, és hadonászott, és hatalmas erő volt benne. És mondja, akkor nekem, hogy akkor tud válaszolni arra a kérdésre, hogy mi a különbség a szórakozás és a mulatozás között. Hú, megfogott. El kellett gondolkozzak rajta, mert bár forgattam már a tudatomban ezt a különbséget, mondom, hiszen fiatalokat tanítunk a színháziskolában, és én láttam, hogy hétfőn időnként hogy jönnek be órára. És kérdeztem tőlük, mit csináltatok? Hát végbuliztuk a szombat-vasárnapot. Tehát gondolkoztam én ezen, hogy hogy lehet, hogy egy táncház után az ember nem fáradt, és egy végbulizás után meg fáradt. És ez a kérdés éppen ezért nagyon mellbevágott engem. De nem hagyta, hogy válaszoljak, szerencsére. Mert éppen vettem volna a levegőt, hogy valamit mondok. Ő elkezdett válaszolni a saját kérdésére. Mert tudom-e, hogy mit jelent az a szó, hogy szórakozás, és tudom-e, hogy mit jelent az a szó, hogy mulatozás. És már folytatta. Tehát itt se volt időm válaszolgatni, hanem azonnal folytatta. A szórakozásban, fiam, az van benne, hogy szór. Érted-e? Szétszór. Na de mi a mulatozás? Elmulatni az időt. Na de, kisbarátom, az nem azt jelenti, hogy elszalad az idő, én meg ott maradok, hanem az elmulatom az időt, az azt jelenti, hogy megszűnik az idő. Csak azért várok egy picit, mert, de lehet, hogy önöknek nem kell, csak nekem kellett ennyi szünet, hogy végig gondoljam, akkor, amikor ezt hallottam. De ő már megint folytatta. És érti-e? Hol tegező, hol magázó volt. Ez egyébként falusiaknál, meg pásztorembereknél, hegyi embereknél különösen ez jellemző, ezzel nem szabad megsértődni. És azt mondja, hát
Ki kerül az időből? Hova? Az idő fölé, az Istenhez. Aki mulatozik, az Istennél van. És amikor visszajön, föl van töltve az Istennek a szent erejével, és ezért nem fárad el szemben azzal, aki szórakozik. Ez a világteremtő bölcsesség, tetszenek látni? Egyszerű, lényegre törő, és a lehető legmélyebb. Mert nem igaz, de igaz. És akkor vettem a bátorságot, kibújt belőlem a néptáncos, akkor mondja már meg, a régiek mit értettek táncrenden? Erről beszéltünk az előbb, Bartók Béla okán és Bartók Béla nyomán. A vertikális szerveződés, szemben a horizontális szerveződéssel. Mert egy pillanatra idézzük fel, mit jelent az, hogy a Kárpát-medencén kívül döntően horizontálisan szerveződik a néphagyomány? Azt jelenti, hogy nagyjából egy időben keletkezett dolgokat látunk egymás után. Mondok egy példát. Menjenek el mondjuk a Balkán-félszigetre. És nézzék meg, hogy faluról falura mit látnak. Voltak éppen csak körtáncokat. Ezt hívják hórának, ha románul van, hívják horonak, ha bolgárul van, hívják korosznak, ha görögül van, de alapvetően egy-egy faluban 20-30 körtánc, vegyes és nem vegyes, de mindegyik körtánc vagy lánctánc van. Ezek azonos időben keletkeztek, és ez a falvaknak a tánckészlete. És a zenében sincsenek nagy különbségek. Kora-középkori zenét találunk. Ez egészen Kréta szigetéig igaz. Sőt, a közel-keleten az arabok tánckultúrája és zenekultúrája ugyanezekkel a sajátosságokkal rendelkezik. És mit látunk Nyugat-Európában? Úgynevezett társas táncokat és kontratáncokat. Ott már nincs is néphagyomány. Nincs népmese. Nincs népdal. Polgári városi zenék vannak. Polgári városi társas táncokkal. A falun is. De az az igazság, hogy Nyugat-Európában már nincs falu, mert minden városiasodott. Na, ez jelenti, hogy egyidejű, ez jelenti, hogy horizontális. És akkor vissza a Hargitai táltoshoz, mert azt mondta, a táncrend. Azzal tett a régi ember rendet a faluban. Rendezte magát, rendezte a közösségét, és rajta keresztül rendezte a világot. Mert amikor kiment a táncrendről az ember, rendezetten saját magába, s rendezetlen közösségében, onnantól kezdve ez a rendezettség kisugárzott a külső világba. És rendezett volt a falu. Rendezett volt az egész vármegye. Rendezett volt az egész ország. Ez volt a titka. És tudják, mikor táncoltak a legtöbbet a régiek? Karácsonytól hamvazó szerdáig. A legtöbb táncalkalmat ez az időszak adta. Ez többé-kevésbé a kalendárium neve szerint boldog asszony hava. Azért táncolták itt a legtöbbet, mert itt voltak a menyegzők. Itt voltak a lakodalmak. A régi világban lakodalmat, menyegzőt kizárólag boldogasszony havában lehetett tartani. A mai ember ezt így nem is érti. Úgy kell neki mondani, farsang időszaka. Karácsony utántól hamvazó szerdáig. Vasárnaponként hirdette ki a pap az oltáról a házasulandók nevét. A következő héten házasulandók nevét. Volt első menyegzős vasárnap ennek megfelelően, második menyegzős vasárnap, harmadik menyegzős vasárnap. Aztán farsang vége felé a legények is elővették a bokrétát, amit kaptak a kedvesüktől, és ide beletűzték a kalapjukba. És falu elé tárták, farsang farka felé, hogy nekik is van választottjuk, és jövőre ugyanekkor már az ő menyegzőjükre kerül sor. De itt van megint egy nagyon fontos mozzanat. Kettő egészen pontosan. Az egyik, ami a táncrend fogalmához kapcsolódik. Milyen időszak ez? Fönt az égboltozaton, mert a régiek
a kalendáriumot azt szerint tartották és működtették, hogy mi az égi parancs fönt. A legfőbb égi parancsnok a mi földi világunkban a napatya, vagy fiú. Hol atyának, hol fiúnak nevezik a vallási világképben. A napatya, vagy a napfiú, vagy a napszellem, kinek hogy tetszik. Végigjárja esztendőről esztendőre a nagykört, és ezzel kijelöli az emberi életnek a körét is. Az egész élete körét, és egy kicsit kisebb léptékben arra az adott esztendőre való körét. És a régiek ennek megfelelően nem csak a négy évszak különbözőségét tudták érzékelni, amit igen nagyvárosban, nem Budapestre gondolok, az is nagyváros, nekem meg főleg, de mondjuk egy ilyen amerikai nagyvárosban, ahol nincs is növényzet az utcákon, egy csomó helyen, nem is lehetne igazán tudni, milyen évszak van. Mert honnan tudja az ember, milyen évszak van, ha kinéz az ablakon? És nem rakja ki a hőmérőt. Vagy nem nézi meg a laptopján digitálisan, hogy mennyi a hőmérséklet kint az utcán. Honnan tudja, hogy milyen évszak van? Meg kell nézni a növényi vegetációt, mit csinál. Éppen virágzik-e, vagy éppen levélbe borult-e, vagy éppen termést ér le-e, vagy éppen hullottja a levelét. Sehonnan máshonnan nem lehet tudni. Sehonnan máshonnan. Na, de egy olyan közegben, ahol nincs növényzet, nem lehet tudni. A mai ember már a csillagos égboltról se fogja megtudni, hogy milyen évszak van. A régi pásztoroknak csak föl kellett nézni a nagy óramutatóra. Itt most eszembe jutott egy történet. Engedjék meg, hogy időnként ugrándozzak, úgyis táncos ember vagyok, meg kell szokni. És ide idézzek egy történetet, ami a 1945 utáni időszakban történik, az akkor legnagyobb néprajzkutatóval, aki egyúttal miniszter is volt. Én többet nem mondok a beazonosításához. Egyébként a Magyar Néprajzi Lexikonnak az egyik társszerzője. Azért nem mondok többet a nevéről, mert egyébként meglehetősen negatív érdemeket szerzett a kommunista hatalom működésében. Maradjunk ennyiben, jó? Én saját magamnak ígértem meg, hogy nem fogom a nevét kimondani. De mindenki be tudja azonosítani. Vele történt Somogyban, ment egyik faluból a másikba gyűjtés közben, és szembe jött vele egy 4 éves forma kicsi legényke. Ahogy kellett, az úgy föl volt öltözve. Ing, kicsi mellény és bőnadrág. Megkötve a korc. Mert kamaszkorig nem viselhettek a gyermeke követ. A felövezés az a régiségben beavatás volt, beavatási jelkép, kamaszkori beavatási jelkép. Tehát addig a nadrágnak kellett a madzagját megkötni. És megállította a kicsiny fiút. Mezítláb volt. Hát hova mész legényke? Hát még a szomszéd faluba. És jársz-e már iskolába? Tehát ha rosszat lehet kérdezni egy gyerektől, ugye tudják, tehát tipikus, jársz-e már iskolába, és hogy tetszik az iskola? Innentől kezdve a gyerek fölépítette a falakat, és próbál szabadulni a felnőttől, mert ilyen idióta kérdést, de ő megkérdezte, tehát jársz-e iskolába? Erre azt mondja a legényke, hát nem járok iskolába, minek járnék én iskolába? Hát teljesen felesleges iskolába járni, hisz tudok olvasni. Hány éves vagy te? Hát négy, azt mondták, 4. És tudsz olvasni? Tudok. És hol tanultál olvasni? Édesanyától? Édesapától? Hát akkor mondd már meg kitől, te. Nagyszüleidtől. Szép szüleid még éneks tőlük? Akkor mondd már meg kitől. Most figyelj. Hát azt úgyse fogja elhinni a bácsi. Na mondd már meg. Hát a jó Istentől. Azt hogy? Van neki ABC-s könyve? Nem. A legszebb pillanat következik. ABC-s könyve nincs. De azt a könyvet minden éjszaka fellapozza.
mert a régi ember meg tudta különböztetni a 12 állatövi jegyet, amit mi már alig vagyunk képesek. És élesen meg tudta különböztetni. És hallotta a parancsát a nap aktuális arcának. Elhiszik? Járjanak utána, nem? Mert ez újra tanulható, tehát utána lehet járni. Egyetlen egy titka van. A természet szelleme közelségébe kell élni. A természet szellemének ölén kell élni. Ettől szakították el az emberiséget. Ezt nevezik városnak. Ne sértődjön meg rajta senki. Áldozatok. Mindannyian áldozatok vagyunk. Hát nem látjuk a csillagos eget? A közvilágítás vette el a lehetőséget. Menjenek el Somogyba, nézzenek meg egy csillagos eget. Az szokott az első élmény lenni, hogy az emberi kitátja szerint. Jézus Mária, az a tej út. Sose láttam ilyen fényesnek. A látóhatár egyik szélétől a másikig. És szép lassan az ember visszatanulja azt a bölcsességet, ami az égboltozatra van írva. Mert oda bölcsesség van írva. És a lábunkra ez a bölcsesség van írva, ha táncolunk. Szóval eljött az ideje annak, hogy összeállítsuk a szótárt. Mert a nyelvtant már ismerjük, azt, hogy a szavak hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Hála Martin Györgynek. Ismerjük. És most következik a szótár. Föllapozzuk a szótárt, és megnézzük, hogy a néptáncnak milyen szavai vannak, és azoknak mi a jelentése. De ha már tisztelektünk Martin György és Bartók Béla és a többiek előtt, akik csak név szerint hangoztak most el, még egy néptánckutató koreográfust, a szakmának egy része, megpróbálom elegánsan mondani, ignorálta őt. Kirekesztette őt. Nekem alkalmam volt utolsó éveiben egyébként együtt dolgozni vele, és az egyik legnagyobb tudású tánckutató volt a 2000-es évek előtt és közben. Őt Falvai Károlynak hívják, és írt egy gyönyörűséges könyvet, ajánlom tisztelettel mindannyiuk figyelmébe, az a cím, hogy Boldog asszony. Azért írta meg ezt a könyvet, mert ő is arra a meggyőződésre jutott, amire én a táncok elemzése során, hogy a magyar népnek, a Kárpát-medencei magyar népnek, függetlenül, hogy melyik népcsoportjához tartozik, alapvetően az a különlegessége, hogy bensőséges viszony fűzi az Isten anyához. Nem az atyához, az Isten anyához. Azért, mert tudja, hogy az atya teremt, de a kegyelem az anyánál van. Mert nálunk itt a Kárpát-hazában a család nem bomlott föl olyan korán, mint nyugaton. A család értékei nem bomlottak föl olyan korán, mint nyugaton. És ezért tapasztalhatta mindenki a nagy családban, hogy a kegyelem forrása az édesanyja. A gyermek az édesanyához fut, ha szeretetre vágyik. Az édesanyához fut, ha simogatásra vágyik, ha védelemre vágyik, ha gondoskodásra vágyik. Ne gondoljuk azt, hogy nagyban a világban ez másképpen van. Ha az emberiség gondoskodásra vágyik, szeretetre vágyik, ölelésre vágyik, kegyelemre vágyik, az Isten anyához kell forduljon. Az ősi Isten anya pedig nem más, mint Boldog asszony. Boldog asszony az őseink hitében hármas Isten anya. Falvai Károly Boldog asszony könyve ezzel a tétellel kezdődik. Mert ahogy van atyai hármasság, ugyanúgy van anyai hármasság. Mert ami itt lent a család, az fönt az igazi Szent Háromság. Mert az őseredet igazi Szent Háromság, a vegyes Szent Háromság, nem az Atya, Fiú, Szent Lélek, még akkor sem, ha ezt egy altemplomba kell kimondani, hanem az Isten Atya, az Isten Anya és az Isten Fiú hármassága.
mert így áll össze a világ egysége. És így lesz igaz az, hogy amint fent, úgy lent. Ezért lent a család hordozza a Szent Háromság tisztaságát, erkölcsiségét, értékességét és az élet folyamatosságát. Ez a magyar érték alapja. Ez a magyar értékrendszer alapja. A hármas boldogasszony pedig az egész világ mindenséget és magukat, az isteneket is szülő, ne botránkozzanak meg, és nem is tévedtem, isteneket. Most mondhatja valaki, miért nem egy Isten van, de a Teremtő egy. A gyermekeimnek mondtam, amikor cseperedtek föl és kérdezték, apa, néha azt mondod, hogy Isten, néha meg azt Istenek, akkor dönts már el, egy Isten van, vagy sok Isten, mert azt mondta a történelem tanár az iskolába, hogy van politeizmus, meg monoteizmus. Nagyszerű. Tudod, az a helyzet, hogy Isten csak egy van, de az Istenek sokan vannak. Fekete boldog anya. Az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend kultikus életének középpontjában lévő boldog anya, aki az egész világ mindenséget szüli. És az isteneket is. Ő az ősanya mindeneknek. Ő a mennyeknek a királynője, ha így ismerős. És mivel a menny az ősi hitben élesen különbözik a nappali égboltnak ragyogó kékségétől, ami az Isten anyának a szűzi arca, így lesz Szűz Máriának kék a palástja, az a ragyogó égbolt nappal, amelyiken ott van a napfiú, aki már megszületett az Isten szülés által. De a mennyasszony az más, az sötét, mint a csillagos égbolt éjszaka, ezért fekete a boldog anya. Ő a mennyasszony. A menyegző mennyasszonya mindenkor beavatása boldog anyaságnak ebbe az ősi képébe. Ezért van az, hogy a menyegző éjszaka történik, és nem nappal. A menyegző összes lényeges beavató folyamata és eseménye éjszakai esemény. Éjfélkor éli el a tetőpontot. Éjfélkor van a mennyasszony fektetése, mert beavatás. Boldog asszonyba való beavatás. És ez háromnapos esemény. Értik, ugye? Mert egy tétje van, a feltámadás. Ez őrződött meg. Mikor tartják? Ezért boldog asszony havába. És boldog asszony hava fönt a vízöntő. Aki ismeri a vízöntőnek a működését, tudja, ha valamikor az esztendő rendezetlen, hát ekkor rendezetlen, mert minden sikamlossá, csúszossá, hullámtermészetűvé válik, ami a vízöntőnek a jele. A matematikában a körülbelül jel is ebből lett. Nincs saját arca. Minden uszadékossá válik, mert egyik nap fagy, másik nap olvad. Minden csak erő, láthatatlan erő, de nincs rend. A rendet majd a feltámadó napisten fogja megszülni, a kos havának nyitányában. És mikor kell a falu közösségnek leginkább a rendet szolgálni, hanem a rendezetlenségben. Abban a rendezetlenségben, ami a régi római kalendáriumban nem is szerepelt név szerint, hiszen a januárt és a februárt nem tartották számon. December volt az utolsó nap, a tizedik, innen a neve, és kezdődött a mars havával, március 21-én. Most kell rendet teremteni. Nem azzal, hogy hangoskodunk kizárólag, mert a nagyvárosi ember karácsony utáni szilveszteri farsangi mulatsága az nagyjából ebből áll. Hangoskodni, enni, inni, mulatozni. Akarom mondani, szórakozni. Nem. A táncrendet bemutatni. És ezzel a világot rendezni. Tenni a rituális dolgunkat, amit a jó Isten hagyott ránk. És akkor minden rendbe fog menni. Ez a táncrendnek az üzenete. Ezért táncrend. És fogják látni, a táncrend végigjárja a világ teremtésének történetét, végigjárja a Kárpát-medence teremtésének történetét, benne a magyar nemzet testvérnépekkel együtti történetét. Ne feledjük, Bartók figyelmeztet minket. Nincs magyar üdvösség a magyarokkal Kárpát-hazában együtt élő szomszédnépek üdvössége nélkül.
Nincs magyar üdvösség a horvát üdvösség nélkül, nincs magyar üdvösség a szlovák üdvösség nélkül, nincs magyar üdvösség a román üdvösség nélkül. És nem folytatom. Tudomásul kell venni. A magyarság és az emberség összetartozik, és nem lehet őket kijátszani egymás ellen. Végig fogjuk tehát a táncrendet tekinteni, és igyekszem meggyőzni a tisztelt jelenlévőket, ha nem szegte kedvüket ez a felvezető előadás, hogy érdemes és tanúságos. De menjünk egy lépéssel tovább. Olyan sokkal nem, mert látom, hogy lassan lejár az időm. Falvai Károlyról még annyit, hogy komolyan vette a Bartóki figyelmeztetést, hogy a népzene nyomán meg lehet határozni egy nemzet ősiségét, egy nép ősiségét. Ebben jó gondoljanak bele, mert Bartók Béla nem gyűjtött finnugor népdalokat. Viszont gyűjtött anatóliai törököt. És járt Algériában. Ezek úgy nagyjából már kijelölik az ősiségünknek az irányait. Biztosak lehetünk benne. Falvai Károly ugyanezt használta a néptáncban. Rengeteget foglalkozott a gyerekjátékok világával, és kimutatta, a gyerekjátékok döntő többsége nemileg megkülönböztetve, egészséges nemi identitás útján fejleszti nem csak a ritmuskészséget, nem csak a lelki adottságokat, nem csak a szellemi készségeket, hanem fölkészít minket a felnőtt életre. Az összes gyerekjáték fölkészítette a gyerekeket a felnőtt egészséges életre. Ezért senkinek nem volt identitászavara felnőttként. Nem volt nemi identitászavara felnőttként. És nem volt tele a falu depressziós emberekkel, akik pszichológushoz rohangáltak, hogy biztosítsák magukat arról, hogy soha nem fognak meggyógyulni. A következő tétel az lesz, de csak fölvezetem, hogy tovább lépünk a magyar néptáncnak a legfontosabb sajátossága irányába. Ezt két-három gondolat erejéig vezetném most föl, de a következő előadásra hagynám a magyar pásztor hierarchiának a miértjét. A milyennyét is, hogy miért ilyen, de a miértjét is, hogy miért ilyen. A pásztor hierarchia csúcsa nálunk a Csikós. Ő a legnagyobb úr. Karikás ostora csak neki lehet. A legszebb viselete is neki van. És ha bemegy a kocsmába, akkor a többi pásztor, legyen az gulyás, vagy juhász, vagy disznópásztor, lesni kell az ő kegyeit. És lehetőleg neki fizetni a pálinkákat és a borokat. Ennek az az oka, hogy a magyarnak nem csak boldogasszonya van, különleges, bensőséges viszonya, hanem az állatvilágban a lóval is. Úgy is lehetne fogalmazni, a magyarságnak szent állata a ló. Ősidők óta. Közhelyszerűen megfogalmazva lovas nemzet vagyunk. Egy kicsit emelkedettebben fogalmazva a Teremtő Atya népe vagyunk, mert a Teremtő Atya fönt a csillagos égboltozaton a nyilas csillagképben trónol, és a nyilas csillagkép keleten, ahonnan nagy részünk érkezett, nem nyilas, hanem ló. Fehér ló, mint a népmesékben. Fehér ló fia egyik olvasatban, de ezt mindenki tudja, maga a magyar nemzet. Mi kell a jó lovagláshoz? Mert a régiek meg tudták ülni nyereg nélkül is a lovat. Sőt, őseink hátrafele úgy tudtak reflexíjjal íjazni, közhely, amit mondok, hogy megmaradtak egyensúly állapotban a lovon, és nem estek le róla. És célba találtak úgy, hogy nem céloztak. Mi ennek a titka? Ismerni kell az egyensúly összes törvényét. Milyen egyensúlyét? Az emberi test egyensúlyét. Súlyát. Tudják, hol van az emberi test egyensúlya? Központja? A medencében. Hol lakunk? Egy medencében. Hol van az egyensúly központja?
a medencében. Ha tudjuk, hogy a Föld egy nagy élőlény, és van medencéje, ami tetszik, nem tetszik, a Kárpát-medence, mert ez a legnagyobb egységes medence. Ez azt jelenti, hogy a Földnek itt van az egyensúlyi központja. Ez azt jelenti, hogy ha én a Föld egyensúlyát meg akarom tartani, valamit itt kell tegyek. Annak a nemzetnek a dolga ez, aki itt van, mert ide teremtette a Jóisten. De vissza a lóhoz, és itt befejezem a mai alkalmat. Egyik néptánc sem a világon, egyik néptánc sem veszi figyelembe olyan mértékig az egyensúlyt és a medencét, mint a magyar néptánc. Egyik sem. Vannak néptáncok, amelyekben a felsőtest, a kar és a fej a fontos. Mudrákat mutogatnak Indiában, a szemöldököt össze-vissza mozgatják, forgatják a szemgolyót, még a fejet is a nyakon, én ezt nem tudom megismételni, de a lábbal meg a törzsel alig csinálnak valamit. Bharatanatyam, hogy a legszentebb táncukat megnevezzem, és a többi. Megyünk nyugat felé, eljutunk Britannia vidékére, ahol a tánc annyiból áll, hogy az alsó lábszár mozog, és a lábfő steppel. Biztos láttak ír néptáncot? Mi történt? Hol van a teljesség? Hol van a test teljes imája? Mert a magyar néptáncban minden testrész mozog, de a középpont mindig ez. És azért, mert mi, amikor táncolunk, még akkor is lovon ülünk. No, hát legyen ez a befejező gondolat mára, és ha megengedik, sorozat lesz, remélem, kitartanak, és itt fogjuk folytatni. Pásztor hierarchia, a ló szerepe a magyar néptánc hagyományban, és a táncrend elemzésének elindítása a karikázóval. Őszinte szeretettel köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy megtiszteltek, és itt voltak. A Jóisten áldja meg Önöket a farsang idejére, a nagybőjt idejére is, de szerintem húsvét előtt még találkozunk. Köszönöm szépen!